A Bonyhádi önkormányzat évekkel ezelőtt létrehozta a Mozdulj Bonyhád című sportprogramot, melynek célja, hogy a nyári időszakban olyan programokat kínáljanak a gyerekeknek, amivel kimozdítják őket a szobában való üdögéléstől. És ha már a gyerekek nekiindulnak, talán a felnőttek is kedvet kapnak a mozgásra. Az elmúlt évek sikerein felbozdulva a Bonyhádi Sportcentrum idejére is színes programot állított össze. A Mozdulj Bonyhád kezdetben a Dobogó Egyesület ötlete alapján indult, akik máig megmaradtak a lebonyolítók között, megint lépett be szervezőnek a sportcentrum. A program sorozat 9 állomásból áll. Egy könyvfesztivál futással kezdődik, ami jövő hétvégén lesz. Ugye a Bölcsőgi Könyvfesztivál jövő hétvégén kerül megrendezésre, és a vasárnapi napon a fesztivál futás lesz az a sportos program, amikor várjuk a bonyhádiakat és a környékieket egy jó kis mozgásra. Az lesz az első programunk, de lesz 2 darab focitornánk is, lesz 2 egyhetes sporttáborunk is, ami még ezt felüleli, de ugyanúgy a vizes sportok szerelmeseinek is próbálunk kedvezni, elmegyünk egyszer a Vén-Dunára kajakozni a résztvevőkkel, lesz túra, illetve Bonyhádi Barangoló címén a Tarka Fesztiválon lesz egy ilyen ismeretterjesztő Bonyhádot ismertető kis keresgélős verseny, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek. Minden bonyhádi iskolást és óvodást kiértesítenek a programokról, és jelentkezni a Mozdulj Bonyhád közösségi oldalán lehet majd. Arra kibíztatnánk a gyerekeket, illetve a szülőket is, hogy bízzák ránk a gyerekeiket. Nagyon jól fognak szórakozni, és garantált azt, hogy este fáradtan érkeznek haza, és akkor nem nincs idejük mással foglalkozni, csak a pihenéssel. Jó részt ingyenesek a rendezvények, és tényleg várjuk szeretettel a gyerekeket, illetve a szüleiket is. A szervezők azt kérik, akit a kenuzás érdekel, idejében jelentkezzen. A többi programon elég a részvételhez a megjelenés.